Sok szeretettel köszöntöm a Tolnátály Televízió nézőit, és hát nem utolsó sorban beszélgető partneremet, Fazekas Gáspárt, akinek egy kicsit az élet útját fogjuk áttekinteni a következőekben. Szép jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit, köszöntöm a nézőket! Gáspárt, talán kezdjük a gyerekkorától, hiszen ezeket az éveket tevelen töltötte. Milyen is volt székely gyerekként felnőni? Hát egyáltalán gyerekként felnőni, egy, a 60-as évek nem voltak könnyű időszakok, a mai fiatalokat nem mutatnám ezzel, de Tevelt szerettem, és jelenleg is nagyon szeretem, szívem csücske. Nagyon-nagyon változatos életet éltünk szegény, szerény körülmények között. Szüleim téglagyári munkások voltak. Öcsém, mint egyetlen testvér, de rengeteg-rengeteg barát, osztálytársak. Fölöttem járó idősebb gyerekek, fiatalabbak, napi szinten együtt voltunk, és éltük meg azokat az élményeket, amik úgy gondolom a mai gyerekek életéből hiányoznak. Az iskolánk az egy nagyon jó általános iskola volt, baráti közösség. Kitérve egy mondat erejéig azért az fontos elmondani, hogy Tevel egy heterogén falu volt, talán még most is az, de... Ez nem az én megítélésem a jelen pillanatban, nem nekem kell megítélni, hiszen a 20. századi nagy népándorlások, betelepítések bennünket is elértek, sőt érintettek. Édesapám hadikfalvi, édesanyám Isten segítsi. Amikor a székelyeket mozgatták a második világháború idején, azt mondom, egy 14 ezer székelyt, akkor ez bennünket is érintett. Hosszú vándorlás után kerültünk mi Tevelre, édesanyám családja pedig Nagyvejkére. Ez a 31 néhány falu, ahova a telepítették, már abban az időben is összetartó közösség volt, figyeltek egymásra az emberek, és ami nagy gondot jelentett, hogy a svábságot pedig kitelepítették. Tehát óhatatlanul ez egy feszélyezettséget okozott mindenkibe. Mi az gyerekként, hál' Istennek nem éltük meg úgy, ahogy a felnőttek megélték. Barátok voltunk, igaz barátok, együtt játszottunk, együtt csináltunk programokat, osztálytársak voltunk, nagy-nagy haverságban, úgyhogy nekem öröm visszagondolni arra az időszakra. Mi volt a legkedvesebb elfoglaltság gyerekként? Akkor is már jelen volt a sport? Meghatározó volt. Nagy-nagy szerencsém volt, hogy általános iskola felső tagazatában került hozzánk e, Kitanis tanár úr, Kitanis Lajos, aki testnevelő tanár volt a későbbi ebbe Tevelnek a polgármestere. Ő tanított bennünket, e, az ő sport szeretetét, lelkes fiatal testnevelő volt. E, átvettük mi is, atlétizáltunk, mindenek előtt fociztunk, ismét zárójelbe. A régi teveli labdarúgópálya közvetlen a házunk előtt volt. Valaki csak átment a pályán, és meghallottam egy labdapattanást, vagy egy gyereknek a kiáltását már rohantam le, hogy háta lesz egy kis meccs, egy kis foci. Tehát én nagyon könnyen kapcsolódtam a sporthoz, és ez meghatározóvá vált egész életemben. Azt meg tudja fogalmazni, hogy melyik volt az az időszak, amikor konkrétan megfogalmazodott a fejében, hogy akkor biztos vagyok benne, hogy a sport lesz az, az életemnek az útja? Hát most könnyen rávághattam, hogy ez az időszak volt, de. Úgy, ahogy minden gyereknek voltak más álmai, vágyai, ábrándjai, mivel édesapám egy időszakban bányász is volt, néhány évet eltöltött a komlói szénmezőkön, zubákoknál, petőfiaknál, ezért az ő elbeszélései alapján ilyen hiú ábrán volt, hogy ilyen aknász leszek. Hát ez egy ilyen középvezetői beosztás a bányászoknál. A édesapám egyszerűen lezárta a dolgot, majd akkor fiam, hogyha ablak lesz a bányán, annyira féltett. Tehát akkor már azért a sport irányába mentem, és uh, tudatosan kerültem középiskolásként Dombovárra. Ennek az az oka, hogy a másodunok a Márton József, akkor Dombováron volt az Rényi iskolában, pedagógus, osztályfőnök, és nem e, utolsó sorban pedig MB2-es futbalista, nagyszerű tornász, igazi sportember. E, édesapám másik, e, illetve keresztfia, Kertes Lázár szintén itt tanult, egy nagyon-nagyon e, jó koponya, e, kiváló tanuló, kiváló tanár lett a későbbiekben évtizedekig a Garai gimnáziumban, Szexárdon. Tehát meghatározták nagyjából, hogy én megpróbálok Dombovára jönni gimnáziumba, és ö, a Jóska bátyámnak, akit elvitte később nb 1-es futbalistának Kaposvárra, a nyomdokain szerettem volna járni, én futbalistaként szerettem volna Dombovára kerülni. Na pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy ezért a fiúk férfiak életében a futball az, az, jelentős szerepet szokott általában játszani. Akkor mi volt az okozója annak, hogy mégsem a foci, hanem inkább az atlétika? Hát, mi más is, ö, játszható volna a szerepet te ahol reggeltől estig szó szerint, már unos untalanul sokan elmondták, fociztunk, mert abba éreztük jól magunkat, ott alakultak ki a baráti társaságok, lehetett a hétvégenként alkalmanként, alkalmanként meccsekre menni, ha másképp nem, akar elkísérni a felnőtt futbalistákat. Hogy miért lettem végül is atlétaedző, illetve miért ebbe az irányba mentem tovább, annak szintén egy testnevelő, illetve Két testnevelő azok a, a gimnázium testnevelői, a Várnai Ternai Katika és Kovács László, akit én a magam részéről istenítettem. Ő vett rá arra, hogy atlétizáljak. Lementem kétszer fociedzésre a vasútra, valahogy nem éreztem annyira jól magam. Mondta, hogy lenne egy ilyen lehetőség, hogy ő atlétákat is visz, a gimnázium keretein belül, próbáljam meg nagyon-nagyon jó társaság jött össze, a tanár úr nagyszerű volt, rendszeres versenyek, uram a csoporton belül lányok, például a feleségem is, és akkor valahogy ott ragadtam, nem bántam meg. Említette a feleségét, akkor az ismerettség ott alakult ki, és onnan fejlődött ezt tovább, aztán családdá? Ez így van. Én harmadikus gimnazista voltam, ő elsős. Oda került szeptember 1 október 3-án ismerkedtünk meg, ez 1970. október 3-a volt. Több mint négy évig egy, együtt jártunk, és utána házasodtunk össze 75. január 4-én. És azóta is tart ez a kapcsolat. Akkor mondhatnék, hogy tulajdonképpen a legelejétől kezdve kíséri ezt az atlétikai pályát ön mellett? Hát igen, igen, nagy empátiával, beleérzéssel és türelemmel, mert azért azt el kell mondani, hogy nem egyszerű elviselni azt, hogyha az ember évente egy 40-45 hétvégét versenyeken tölt. Uram, bocsánat, hogyha még van egy-két kiváló válogatott tanítványa is, akkor edzőtáborokba megy. Az én feleségem, hál' Istennek ezt nagy toleranciával, türelemmel Némelykor egy-egy kemény mondott, de elfogadta. <laughs> hát nyilván néha azért valahogy respektálni kell azt, hogyha mondjuk nem egészen tetszik neki, hogy nem, nincs otthon hétvégén. Azt említette, hogy ugye már gimnáziumi évek alatt ö, ott volt az életében az atlétika, azért, a, azért azóta már egy pár év eltelt. Változott valamit azóta az atlétika? Elmondható, hogy valami változáson ez a sportág is átment? Hát alapvetően, ahogy az egész társadalom változott, és a, az emberek hozzáállása a sporthoz, úgy változott az atlétika is. Ezernyi lehetőség van az atlétika mellett. Folyamatosan hirdetjük mi, edzők is, és természetesen sportvezetők is, hogy a legegyszerűbb sport, sportág az atlétika, hiszen extra nagy befektetés ahhoz, hogy valaki elkezden atlétizálni nem kell elég egy könnyű kocogáshoz egy pár jó cipő, ezt mindenkinek hangsúlyozzuk, de vagy polóba, vagy a nélkül egy kis alsóba neki lehet állni, el lehet kezdeni. Aztán aki a dobásokat, ugrásokat akarja választani, hiszen azok is természetes mozgásformák, nagyon-nagyon könnyen bele lehet szeretni, rá lehet lelni erre a mozgásformára. Sokat változott, nagyon nagy igények vannak a versenyszellem, az eredmények némelykori túlzott hajhászása bizony nagy próbatétel elé állít gyereket, edzőt, mindenkit, aki ezzel foglalkozik. Mi még egyenlőre élünk és szívesen csináljuk. Az nem is fordult meg a fejembe, hogy nem szívesen csinálná, de volt esetleg olyan időszaka az életének, az edzősködési pályájának, amikor úgy gondoltad, hogy Hát lehet, hogy mégsem ez az, amit szeretnék csinálni, és valami más fele kellene elmozdulni? Hát az az igazság, hogy annyira dominánsan jelen van az életemben maga az atlétika és a, a versenyzés, a versenyszeretet, hogy én népvel és könyvtárosként végeztem, annó, még ahogy mostanában nevezzük, ilyen ruhatáros szakok voltak, de a 70-es években ez élő, aktív szak volt a tanárképző főiskolákon, hiszen majd, hogy nem a legkisebb faluba is minden műfáznak függetlenített vezetője volt, azért, hogy egy kicsit azon a téren is a rendszer fölmutasson eredményeket. Hát a könyvtárról nem sokat beszélnék, mert azt elvégeztem. Igen, nagy nehéz helyzetben lennék, hogy bevinni egy könyvtárba, és akkor odaadnának egy kötetet, hogy akkor most be, és tegyem a helyére, oda, hova kellene, de én ezt fölvállalom. Ez a világ életemben csak azért érdekelt, hogy levizsgázzak, hiszen a távoli cél folyamatosan az volt, hogy testnevelő legyek. Hogy jutott el odáig aztán, hogy <laughs> Igen. testnevelő, illetve ez? Hát, az kicsit azon. bonyolult, és nem nagyon mennék bele. Én minden az érettség után, minden felsőfokú végzettségemet levelezőn szereztem. Tehát tanítottam, dolgoztam, műfázat vezettem, igaz, hogy rövid ideig, de mellette dolgoztam, és az volt az első, hogy a mivel szavamat adtam a teveli faluvezetésnek annó érettség után, amikor visszakerültem két évre, hogy elvégzem a népembeles könyvtárszakot, így nem akartam másítani, és szombathelyen végeztem, de már akkor bejelentkeztem a végzős időszakomba Pécsre, testnevelésszakra, szintén levelezőre. Közben ősültem, és akkor így kerültem Dombovára. Itt már itt laktam, amikor befejeztem a testnevelésszakot, Közben Dalmandon tanítottam testnevelést, magyart a népművelés könyvtárszakommal. Nagyon szép időszak volt. Akkor mondható, hogy csak a szava hihetőségét szerette volna megőrizni, és azért indult el a könyvtáros szakon elsőként, és nem rögtön az atlétika a sport fele indult? Egyértelműen. Hát az ember valamit megígér, azt úgy illik teljesíteni. De még ráadásul, ilyen áron is, ráadásul, nem ez volt az állam? tudtam, hogy úgy is váltani fogok. Szóval ez, ez, nem volt kérdés. Most, hogy kicsit tovább kell tanulni, ez nem probléma. <laughs> Vagy nem volt probléma. Másik, hogy Ambrus Lukás bácsi, az akkori tanácselnök megérde, megérdemelte, hogy tartsam a szavam. Család. Aztán ugye jött az életében, a felesége mellett gondolom jöttek gyerkőcök is. Ez már az az időszak, amikor még tanult, és ott lebegett a szem előtt az, hogy edző lesz, vagy a gyerkőcök utána jöttek? Nekem egy fiam van. Egy fiam van, ő 42 éves, önállóan él, nem nősült még mindez idáig meg, de ezt a helyzetet természetesen elfogadjuk, és nagy-nagy szeretetben vagyunk együtt. Ő külön tőlünk, de két-háromszáz méterre tőlünk, de hát naponta együtt vagyunk. Ő mennyire vitte tovább a sportot? nem annyira, annyira én szerettem volna, de hát minden szülő azt szeretné, hogy az ő gyereke rendszeresen sportoljon, uram, bocsán, lépjen valameddig. Nagyon korán elkezdett úszni, amit jól is csinált. Ismét egy adalék, vagy másodikos korában mondta, hogy apa, nekem ebből elég, ő nem, megy minden, nem megyek minden nap úszóedzésre. Annyit kértem, hogy mivel az úszás abban a korban minden gyereknek alapja, meg azért megnyugtató is, hogy a gyerek tuduszni, hogy negyedik végéig csináld, és uh, utána akkor abba hagyhatod. Utolsó nap, soha nem felejtem el, negyedik uh, osztály utolsó tanítási napján hozta az úz, hogy, tudod, hogy akkor ugye ezt befejeztük. <laughs> és hát, utána elkezdett atletizálni, előkészítő csoportba imre barátomnál, aztán utána magassága miatt közel két méter kosárlabdára váltott, de úgy őt nem szippantotta be annyira a sport, mint engem. Érdeklődéssel figyeli, de gyakorlatilag nem akar soha élsportoló vagy versenyszerű sportoló lenni. Hát nyilván nem mindenkinek van olyan szinte jelen az életében, mint mondjuk önnek, de azért gondolom, hogy az oktatott sportolóinak a sikerei azok valamiféle visszajelzés az ön munkájára, illetve arra, hogy valószínűleg valamit jól csinált. Igen, és most ahogy szóba került, hogy beszélgetünk egy néhány percet, úgy végig gondoltam az időszakot, hogy amikor kikerültem a leszerelésem után már nős emberként, a feleségem már kint tanító Dalmondon, 76-ba Dalmondra, volt valami sorszerűség abban, hogy a több száz, lehet, hogy már egy-két ezer gyerek is, aki megfordult a kezem alatt, ez alatt a 46 év alatt, Pont a, azt a korosztályt kaptam, és azokat taníthattam ott kint, akikből kiváló sportolók is lettek, sőt az egyik legkiválóbb a banai Robert, aki 67-es születésű, több tízszeres magyar bajnok, világversenyeken vett részt, utánpótlás világversenyeken még volt szerencsém nekem edzeni, 21 éves korába került a Újpesti Dózsába és hát ő Dalmandi. És köré, második, harmadik tesi órán kiszúrtam, hogy ez a gyerek nem fut, hanem szalad. Lazaléptű, tényleg egy <coughs> csodás adottságos srác. Srác, 67-es, 55 éves múlott február végén. Köré sikerült egy csoportot alkotni, alakítani. Nagyon-nagyon jó képességű gyerekek voltak. Bárcsak most lenne még egy-két-három ilyen csoport. Egyébként nehéz, nehezebb vidéken, egy kisebb városba edzősködni? Gondolok arra, hogy mondjuk olyan sportolókat kinevelni, akik tényleg valami magasabb, nagyobb eredményt, jobb eredményt elérnek. Abszolút nem nehéz, mert a vidéki gyerekeket most könnyű ezt mondani, meg stigmázni őket, de céltudatosabbak, talán akarat a is egy kicsit fölötte állnak a nagyvárosok gyerekeinek. Mi még pont azon a szinten vagyunk Dombováron, hogy terelhetők és nevelhetők. Mondtam a Robiékat, hogy a ciklikusság rá e, egy néhány évre, a 74-75-ös korosztályon volt olyan a Balogjenő, Szigeti András, Kővári Mário, a kollégám tanítványa, Isten nyugosztalja Súrján Bandinak, a német Nándora, akik országverők voltak váltóban is, országos csúcsot is futottak a korosztályba, és egyéni bajnokságokba is korosztályos válogatottak lettek. Utána volt egy jó kis szünet, akkor jöttek a 88-as lányok a Círher -Kitti vezetésével, szintén egy csodás csapat, és amire nagyon büszke vagyok, hogy kiváló tanulók voltak akkor jöttek a 94-95-ösök, így végig lehetne menni 5-6 évenként egy-egy korosztály, és akkor jön mindig a hullámvölgy. Azt nehéz elviselni. <laughs> Nyilván ott egy kicsit megfogyatkozik a diákoknak a kedve? Vagy, vagy vannak ilyen időszakok, amikor nem tudom, nincsenek olyan... Igen, vagy, vagy, vagy mi bénázunk, hogy nem tudjuk úgy motiválni pont azt a korosztályt, ahogy kellene. Ezen sokat dilemmázunk. A diákoknak a kedve, a adottsága, ez, ez benne van a sportban, ezt végig kell élni, egy-két nap alatt ebből nem lehet kimászni. Ezt, ezt türelem kell, megértés kell, én is mindig szeretnék jobbat, többet elérni a gyerekekkel. Hát, ha nem bevők rá, akkor igen, igen, nehéz dolgom van, akkor szídom magam, maximalista vagyok, Nehéz. Csak egy dolog visszacsatolva a családhoz, mindig az van, hogy uh, hazamegyek edzés után, hogy telt? Kérdés. És akkor mondom, hogy ügyesek, de nem azt csinálják, nem akarják. Nálunk érdekes módon otthon mindig a nejem által a gyerekeknek van igaza. Tehát amit ők mondanak, az jó. <laughs> És akkor utána át szokta gondolni, hogy akkor lehet, hogy van benne igazság, vagy... Hát áh, de nem tudok megváltozni. Ez már így megy. Majd valószínűleg az utánam következő edzők, azok már empatikusabbak lesznek a gyerekek, ezt szívesebben fogadják el, korban közelebb vannak hozzájuk, jobban ki tudják beszélni azokat, amit már velem a mostani gyerekek nem tudnak kibeszélni. Pályájának a kezdetén talán még nem volt annyi sportág, legalábbis nehezebben voltak elérhetőek, mint mondjuk már a mai világban, egy-egy kisebb városban is. Azért legalább 10 sportot elérnek a gyerekek. Ez vezetett esetleg oda, hogy nehezebb bevonzani az atlétikára a fiatalokat? Hát az az igazság, hogy amikor mi Dombováron megalakítottuk a sportiskolát, a testnevelés tagozatos, a Gárdonyi volt a testnevelés tagozat, az volt a zsinórmértéket etalon, és akkor arra rá 78-ba, vezetésemmel, engem kért föl a városvezetés, megalakítottuk a sportiskolát. Az azt jelentette, hogy a gyerekek három-négy sportákba, kiemelt sportákba, délelőtt iskolákba jártak a különféle helyekre, akár a város környékén is, délután megjöttek hozzánk edzésre. A sportiskolában volt 15-18 edző, és akkor csak a sporttal foglalkoztunk. És akkor nagyon egy egyszerű elméletünk volt, mert tanulás, délután bevontuk a sportba őket, Kristály tiszta volt minden, és működött a dolog. Sőt, azt tettük az első időszakban is, szerintem egy nagyon jó módszer volt egy pár évig, hogy mindig felajánlottak a szülőknek, hogy két-három havonta váltsanak sportágat a gyerekek. Akár akar, akár nem. Tehát jó, az úszás speciális volt, de hogyha akart, akkor focizott, kosárlabdázott, birkózott, mert nálunk a is az is ment, hogy próbáljanak ki mást is. De most már megteszik önállóan, mert annyi lehetőség van, hogy figyelgetem a gyerekeket, akiket lehoznak a pályára a különféle sportágba, hogy egyik héten ezt edzi, másik héten már máshova szeretne menni, vadonatúj sportágok jönnek be, mi öreg matuzsálemek le se tudjuk követni a sportági elnévezéseket némelykor kis túlzással, amik kialakulnak, érdekli a gyerekeket, aztán van, ami csak időszakosan érdekli. De legalább sportolnak. Feltétlenül, ez a és ez a lényeg az egésznek. Sportiskola, ez egy nagy kihívás volt? Mert tehát újdonságnak számított ez annak idején. Nagyon jó ötlet volt ez az akkori ország sportvezetése részéről. Ja, hogy ez egy Ezt országos... Még, ez a, igen, ez egy országos volt a 60-as években hát a, a központi sportiskola égisze és vezetésével, módszertani kiadványokkal, anyagokkal, és ennek hatására a különféle városok, akik fölvállalták, alakíthattak sportiskolákat. Ez előremutató volt abban az időszakban, és nem véletlen, hogy a 70-es, 80-as évek világversenyei, nem csak olimpiákat említek, világversenyein abban az időszakban olyan eredményesek voltak a magyar sportolók. Ez egy nagyon jó kezdeményezés volt. Sportágonként ugyan most is megpróbáljuk ezt, megpróbálják visszahozni, de megváltozott a világ, és ezt nekünk el kell fogadni. Hát ez a hosszú életpálya vezetett el odáig, hogy tulajdonképpen Dombóvár városnak az egyik legrangosabb elismerését kapta meg a napokban, ez pedig nem más, mint díszpolgár lehetett. Milyen érzések kavarogtak önben, amikor először megtudta, hogy erre a címre bizony érdemesnek találták? Sok kitüntetést, illetve díjat kaptam életem során, nem panaszkodhatok, mert elismerték a munkámat, akár intézményvezetőként, akár sportvezetőként, edzőként. Erre különösen büszke vagyok, úgy, ahogy a nagyok szokták mondani, amikor helyben egy helyi közösség ismeri el a munkát, az gyakorlatilag mindennél többet ér. Kiváltságos helyzetben vagyok, mert néhány évvel ezelőtt a Sipos Márton díjat is megkaptam, amitól nem egy a legmagasabb sport elismerése. Valószínű azért, mert ezek, ezen körülmények közül, ahogy mi dolgozunk, működünk, sikerült utánpótlás világversenyekre eljutatni tanítványokat, Tortlini Anna személyébe az ifjúsági olimpiára, 2014-ben utána a világbajnokságra, a korosztályosra, de rajt és nagyon büszke vagyok arra, hogy az elmúlt évben Tokióba a felnőtt olimpiára kijutott az Anna. Méltatlanul keveset beszélünk arról, hogy Rióba is volt egy tólnamegyei sportoló dombovári atléta, aki szintén tíz évig tanítványom volt a Szabó Tünde, aki maratonon indult. Nem beszélve a kollégámnak az utánpotlás világversenyeken futóta egy-két tanítványáról, tehát gyakorlatilag ez azt mutatja, hogy szerény körülmények közül is el lehet jutni valamire, és hál' Istennek a városvezetés, Dombovár városvezetése ezt a szakmai munkát ezt mindig díjazta is. Ehhez gratulálok, és sok erőt, egészséget kívánok még a következő évekre, hogy még jó sokáig tudjan ott lámpót lesz nevelni az atlétikában. Köszönöm a meghívást, köszönöm köszönök mindent. Köszönöm szépen a beszélgetést.